Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytassuk hát a Last of Us 2-t, és itt vagyunk a színházban, Seattle második nap, úgyhogy most vegyünk és megnézzük szépen, hogy mi újság van Dinával, akiről ugye kiderült, hogy terhes, nyilván nem Ellie-től, de terhes, és nem tudom, hogy hol van. Valószínűleg Jesse-től, mert vele kavart előtte. Ugye Eli előtt, és ugye Jesse meg férfi, tőle könnyen teherbe tudott esni. Csak tudnám, hogy miért nem vette ki időben. És hol van? Tehát most komolyan megkérdezem, hogy hol van? Hova kószált el az a lány? Nem itt van. Hol van? Á, itt van. Aha, reggeli rosszul lét, tényleg terhes. Aha. Hey. How hot do I look right now? Pretty hot. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. Eltűnt. Maybe Tommy got to him. Maybe. What about her? Nothing yet. Unit Romeo, you are requested at Site 2. Repeat, you are requested at Site 2. Confirm. So, the numbers... our locations. The TV station we were at? That's 6. Mm-hmm. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. Bújj már oda hozzá. Kicsit ki volt háborulva. Hát ezt mondtam én is, hogy Eli azt egy picit túlreagálta. Oh. Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Hillcrest. 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 Akkor okay. Szerintem megvan, hogy hová megyünk. Hát jó. Igen, mert jelentettek egy magányos behatolót. Dina? Not good. Micsoda? Hey. I'll go get him. Egyedül? You keep tracking them, okay? Yeah, okay. Wait. Igen. Ó, szerencsét hoz. It's for good luck. Szerencsét hoz. Sejtettem. I don't believe in luck. I do. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy Eli hogy fog boldogulni egy maga. Meg hogyha visszajövünk Dináért, mi fog várni minket? Minden rendben lesz, vagy korva nagy gond? Hát figyelj, ott volt a fejed felett a tábla. Oké, hát figyelj, lövöldözések azok már vannak.
Jó, hát figyelj, én szétnézek, mielőtt tovább mennék bármerre is. Sose lehet tudni. Ó. Betelt a pohár. Opáré. A gyógyszereket én viszont kérem. Ez itt semmi. Hátul. Hoppá, még bogyó. 43 kiegészít. Oké. Okay. Majd erre rápillantunk. Csak egyelőre. Még nem. Itt van egy plakát. Amin a farkasok vannak. Hát ilyen. Na jó. Revolver lőszer. Pár szennyes, kiteregetni meg nem kell. De fura, hogy most egyedül megyünk. Mosoda. Ez jött. Érted, itt a mosodában van egy csomó koszos ruha, el nem lehetne vinni egy rongyként. Nem, csak az egy kis darabot. Ez meg valami ruha volt valamikor, ott egy patkány. Ez meg zárva van. Hát vagy a másik oldalról van zárva, vagy kulcsos lesz. Az bizony a másik oldalról van zárva, mert láttam, hogy le lehet menni az ajtó mögé. Remélem, hogy ez a zaj az én voltam. Jó. Hát akkor viszont ide szépen lekukkantunk. És hogy bármit csinálok, kinyitom az ajtót. Hogyha menekülni kell, akkor gond nélkül tudjak menekülni. De úgy néz ki, hogy itt... Már megint lemerült a lámpa, hát... Most volt töltve nem olyan rég. Betelt. Ott van egy rajz. A kattogó vadász. Aha, munkapad. Nem ezt akartam, de oké. Ezen meg megvan már minden fejlesztés, haló. Úgyhogy ezt nem. Tűzgyorsaság. Az viszont jöhet. Na nézzük, hogy mit alakít rajta. Megtörölgeti VD40-nel. Hú, de fürgén pakolászott. Azt a mindenit. Nem csak a tűzgyorsaság lett jobb, hanem Eli is fürge lett. Na nézzük. Ó, ez az történy. Jó, akkor itt egyelőre végeztünk. Menjünk át a következő házba. Ahol úgy néz ki, hogy eddig nincsen semmi. És tényleg nincs. Hát, amik meg vannak, azokat nem tudom elvinni magammal. Hát jó. Ez meg a mosoda. Ott meg voltam. Jó, lámpa le. És akkor megyünk tovább. Azt a minő. Ez baj. Tehát akkor a lopakodás. Hogyha túl sokan vannak, akkor lopakodni fogunk. Na, nézzünk el először ide. Fúj. Ott volt egy tégla, láttam. Ez nem jó. Hát figyelj, egyszer élünk. Hát, ha nem hallotta meg senki.
Már úgy néz ki, hogy senki. Ó! Gyógyszer. Shotgun lőszer, már kérem is. Még gyógyszer, meg még gyógyszer. Oké. Meg itt van egy jegyzet. Na nézzük. Boris. Fúj, most pöcések lettünk, fúj. Na, jöhet a következő ház. Valahogy van egy olyan sejtésem, az egyik házból kell majd tovább menni, mert itt, mint hogyha az ott igencsak le lenne szemben szakadva. Na nézzük, fiók. Tele vagyunk. Nagyon tele vagyunk. És szerintem pont ez a ház. Yep. Fú. Az a baj, egyelőre megint túl nagy a csend. Túl nagy a csend, és ez nekem ez sose tetszik. Korábban is bejött már többször. Hogyha valahol nagy a csend, akkor ott hirtelen sokan lesznek. És betelt. Hát akkor jó. Ott szépen felmászunk, és meglátjuk, hogy hová is fogunk kikeveredni. Azon kívül, hogy a tetőre. Jaj, ne! Hát ennyit a lopakodásra. Anyádat! Ez teljesen új még számomra is. Au! Rohadt kutya! Meg fog gyűlni a bajom velük? Meg fog gyűlni a kutyákkal a bajom? Nagyon meg fog gyűlni a kutyákkal a bajom. Nagyon-nagyon meg fog gyűlni a bajom a kutyákkal. Már most látom. Jó, talán elveszítettek. Szép álmakat. Jó. Aha. Ez nagyon...
Nagyon nagy baj. Hol vagytok? Ott. Fú, ezeket a kutyákat én rühelni fogom. Oké, elveszített. Ahogy megfordul, már megyek utána. Jaj, ne! Csóró kutya. Hopp. Hú, azt a rohadt életbe. Ez nem egyszerű. Ez nagyon nem lesz egyszerű. Jó. Nem baj, nem baj, nem baj. Itt van. Ahogy elmegy, kimegyek. És megöljük. Oké. Okay. Így. Jó. Olyan, mint hogyha tudná, hogy itt vagyok. Shit. Oké, nincs semmi baj. Megint elveszítettek szem elől. És szépen lehasalunk a fűbe. És remélem, hogy több kutyájuk nincs. Most meghalsz. Most meghalsz. Csit legyen. Ezt viszont kérem, jó kis macséta, jó lesz az nekem. Azt mondja, hogy... Fú, Eli, mivel másztál bele? Nehéz biznisz ez a bosszú biznisz, mi? Arra semmi. Ott van jobbra egy. Ott is van egy. És szerintem már csak ők vannak ketten. Hello, mi? Shit. Jézus. Ja, ebben a házban voltam korábban. Hát, elvileg. Menj oda.
okay. Azt lehet, hogy megérezte. Az azért az nem volt egy kellemes érzés, hogy egy macsétát belevágnak a gyomrodba. De elhalkult a zene meg minden, úgyhogy úgy érzem, hogy elfogytak. Fú, na nagyon, nagyon meg fogja nehezíteni a lopakodást. Az, hogy kutyákkal jönnek. Mert eddig elég jól ment. Jó, nyilván mehetett volna jobban is a lopakodós téma. De most így, hogy kutyákkal jönnek, így nem elég elrejtőznöm szem elől, de a kutyák még megérzik a szagomat is, tehát azzal viszont nem igazán mit tudok csinálni. Aha, nyilván erre nem tudok felmászni. De egy próbát megért. Jó. Akkor itt igazából átnéztem mindent. A csóró tűzoltó autó nem működik. Úgyhogy kizárásos alapon ez egy épület van. Ezzel a nagy piros ajtóval. Oké. Nos, arra lennék kíváncsi, hogyha el tudtam volna lopakodni mellettük, már pedig nyilván el tudtam volna lopakodni mellettük, hogyha nagyon ügyes lettem volna, de nem voltam az, akkor minimális lövöldözéssel, meg HP veszteséggel, de meg lehetett volna csinálni ezt a részt. De hát ugye én elkezdtem lövöldözni, meg megöltem mindenkit is. Úgyhogy legalább nem hagytam szemtanukat. Na jó. Következő terület, és nézzük meg, hogy Tomit mikor érjük utol. Aha, ott a sarokban semmi. Mász már fel, ezt nem lehet nyitni. Meg nem tudom, hogy be lehet-e menni oda, szerintem nem. És ez nyílik é. Igen. Olyan szinten nyílik, hogy a kukával biztos, hogy kezdenem kell majd valamit. Mégpedig... Remélem nem. Valamelyik tetőre kell majd felmennem. Csak itt vannak ilyen cuccok, amiket én elvinnék magammal. Vajon melyik lehet az a tető? Hogyha én elhozom ide... Tehát itt elvileg simán fel is kéne, hogy tudjak ugrani. Tehát csak egy ugrás, és már fent lennék az épület tetején. De nem, a játékot úgy írták meg, hogy ez a kuka az mindenféleképpen kelljen hozzá. Nem akartam neki húzni, bocsánat. Most már csak az a kérdés, hogy meg kicsit lejt, hogy a kuka az fenn fog maradni, nem gurul le. De. Csak hogyha elég gyorsak vagyunk, akkor fel lehet ugrani a tetőre, és ide be lehet jönni. Oda nézzé, bomba. Akkor robban, ha ellenség közelébe ér. Not bad. Meg egy munkapad. 29-ből nem hiszem, hogy tudok bármit is kezdeni, úgyhogy... Oh, heal. Úgyhogy azt most egyelőre hagyjuk.
Nyilván akkor találok munkapadot, amikor nincsen rá szükségem, mert nem tudok fejleszteni. De mivel itt volt munkapad, ezért feltételezem, hogy ez egy safe zone. És akkor csinálom egy első segélyt. Jó. Na nézzük. Átjutottam a túloldalra. Úgy érzem. Na nézzük, hogy itt bent semmi nincs. Na, mondom, hát ha. Halló, jó napot kívánok. Tetszenek mondani, van itt valaki? Ilyen legyeket hallok. Akkor hulla az biztos, hogy van. Ott az HP. Az meg valami új. Az is HP. Oh. Félő, hogyha én itt lemegyek, akkor nem tudok feljönni. Vagy valószínűleg tartom, hogy arra kell menni. Úgyhogy, én itt erre szétnézek. Valamit hallok. Én hallom, de... Most már el is. Jaj, ne! Francba! Hát ezekkel nem nagyon tudok mit kezdeni, az a helyzet. Kérem. Oké, ez gyorsan elrakom, ezen van egy kombináció. Csak nem igazán tudom, hogy hol van a szép, amihez tartozik. Oké. Okay. Kijöttem a másik bejáraton, vagy valami olyasmi. Ó! Na várjál, nem. Erre kell majd tovább menni. Ezt az előbb én nem vettem ám észre. De jó, hogy visszajöttem. Ott van. De rohadtul nem látok sehol sem egy szépet sem. Érzésem, hogy oda be kell, hogy jussak. Csak ez... Hát ez hangos lesz. Nem hallotta meg. Ez hogy nem hallotta meg? De meghallotta. Csak nem érdekli. Jó, őt egyelőre ott hagyom.
majd egyszer elolvassuk őket. Most azért vettem fel egy jó pár levelet, meg papírt, meg mindent. Jó. Alaposan szétnézünk. Amúgy tök jó, hogy fogalmam sincs, hogy merre kell menni, és ez megint olyan, hogy ezt a kukát el tudom húzni, és fel tudok menni vele hova. Ja nem, rosszul mondom, nem felmenni fogok, hanem ott bemenni. Csak nem tudom, mennyire akarok. Hopp, ez baj. Robban! Ez tömeg. Opa. És ez meg gondolom minden bentről jött ki, meghallotta a lövöldözést. Na várja. Hát nem hagyom én azt annyiba. Valahol ott van pedig. Kiment? Nem baj. Akkor most nem kéne rohangálni. Jó, csinálunk egy-két aknát. Na gyere ide, haver! Die, motherfucker, die! Kapta halt. Na! Ezen az oldalon? Azért. Jó, és akkor most végre benézünk már ebbe a házba. Tehát valószínűleg valami nagyon-nagyon jó cuccnak kell itt lennie. Hogyha ennyire sok enemy volt bent. Na. Kombináció, mégpedig 30-82-65. 30-82. Azt mondja, hogy 30. 82. És 65. Yes! Megvan a szép, amihez tartozik a kombináció. Oda nézzél, mennyi minden van benne. Ez egy gyöv. Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy nem kell a hátizsákból kivenni a shotgunt. Na, kétkezes fegyver itt van. Nice! Megérte. Abszolút megérte a szenvedést.
Maradjunk annyiból, hogy Ellie egyébként egyedül is nagyon jól boldogul. Na. És most ki kéne találnom, hogy merre tovább. Mert ha tippelnem kéne, akkor arra. Tudod, jól voltál már ott a lépcső alján, csak itt most elkezdtünk takarítgatni, meg lootolgatni, meg megnézzük, hogy mi van itt lent. Mert most... Most már biztos, hogy nem erre kell jönni. Azt meg nem hiszem el. Miért? Jaj, de már lámpa, miért merülsz le ilyen sűrűn? Megbántam, hogy lejöttem. Hey, te! Elvileg elfogytak. De akkor is a rohadt anyjukat. Done. Oh, that smell. Hey, shamblers. Na nézzük, miért jöttem ide le? Azon kívül, hogy majdnem meghaltam. Ezt nem tudom elvinni. Pár alkatrészi töltényé, hogyha használtam volna. Oké. Fú, nem túl bizalomgerjesztő a budi, de 10 gyógyszer az viszont tök jó jött. És itt viszont már ki tudok mászni. Honnan, kíváncsi vagyok egyébként, hogy honnan jöttem volna le ide a másik oldalról. Ez egy pár nap volt körülbelül, egy könyves. Oda nézi. Ez micsoda? Sportvadász magazin. Fejlesztési ág, precizitás. Arról ide. Várja, a lopakodás. Ez jöhet. A célzás közben gyorsabban mozgok, jöhet. Hallgatózás hatósugara. Nagyobb távolságról lehet hallani őket, már jöhet. Lélegzett visszatartása, az sem lesz rossz. Jó. Ez a képesség ide most nekem nagyon jól jött. Ja, hogy ez itt van. Ja, értem. Hát ide nem tudtam volna bejönni a másik oldalra. Jó. Akkor azt hiszem, hogy ezen a területen eléggé alaposan szétnéztünk. Ez jöhet.
És amerre menni kell. Eli, ez volt előbb a kérdésed, hogy hogy jutsz el a lépcsőhöz. Hát így. Állj! El lehet vinni a nyilvesszőket. Csak a biztonság kedvéért. Aha. Tehát, elkezdtünk venni nyilvesszőket főfelé. Az azt jelenti, hogy nem sokára az íjat megkapjuk. És mi volt ez? Ez egy robbanás volt, én megmondom neked. Hát vajon ki csinálta? Jó. Bazd meg. De ezek fertőzöttek. Az még a jobbik eset. A fertőzöttekkel különösebben nincsen bajom egész addig, amíg lopakodva meg lehet őket ölni. Hát nem mondanám lopakodásnak, de ez egész jó volt. Most kéne valami közelharci fegyver, amivel picit meg tudom könnyíteni a dolgomat. Mert eltört a macsétám. Pedig milyen jó lett volna, hogy ezt full stealth-be meg tudom csinálni. Mert nyilván sokkal több ideig tartott volna. Szóval ebben a házban is voltunk, ez meg dead end. Valahol itt lakik egyébként, tudjátok ki lakik itt? CJ. Ez a izé, Grove Street. Vagy Grove Street, bocs. Ja, mindjárt itt izé jön CJ, egy hello. Én meg medence van. Na takarodjál, az tele van Abby hallal. De kurva jó. Mi minden apróságra odafigyeltek a Naughty Dognál. Abby halak legyenek a tóban. Na még egy jegyzet. Jalanda. Nem tudok gondoskodni Alfiról. Igazad a farkasok kapcsán. Valóban rosszabbak még a katonaságnál is. Arra nem számítottak, hogy a mieink egymás ellen fordulnak. Mindenki látta, mit tettek szegények Szofiámmal. Vagy mit tettek szegény Szofiámmal, és itt akar mindenki ezután megbékélni. Jogom volt farkasvért ontani. Mellém kellett volna állniuk, ehelyett összeesküdtek ellenem. Nem tetszenek nekem ezek a nyikorgó hangok amúgy. Ez levolva előszel. Az meg üres. Ez jöhet, HP. Hú, itt valaki betörte az ajtót. Félig meddig. Azt a... Tőle lesz meg a... Az így. De nincs benne lőszer, hello! De szar ilyen szűk helyen küzdeni valamivel! Melyik találta ki, hogy ilyen szűk helyen kelljen megküzdeni egy ilyen gyors szarral? Ah!
Na! Mondtam, hogy nem sokára meg lesz az így. Hú, de megijedtem azt a kurva életbe. Ez az első részből ismerős lesz. Hú, akkor viszont három darab kétkezes fegyverünk van, ami azt jelenti, hogy a shotgun-t ki kell rakanom. Ki is van. Tudta ő, hogy mire lőszerváltás. Ja, hogy lehet készíteni... Oké. Na, ez viszont rohadt jó, hogy van egy íjunk. Tele. Nem tudok vinni magammal lőszert. De rossz. Készítsünk egy kis aknát. Az akna egyébként nem olyan rossz. Sőt, mondhatni rohadt jó. Na jó. Ja. Ú, és ebben nincs úgy, mint az első részben volt. Ja, hogy mindenféleképpen lőnöm kell. Hát már ezt az első részből megtanultuk, hogy kell ijeszkodni. Most az a baj, hogy mivel erre kell jönni, és azt hittem, hogy nem, ezért egy perház most megint kimaradt. Aminek annyira az én nem örülök. Egy lány. All that smoke. He blew up one of our trucks. How'd you let that happen? Just find them. I want those fucking trespassers. Oh God. Oh no. Oh no. Na, a kutya semlegesítve van. Someone got my dog. Someone's out there. Fuck. Mész a kutyád után, jó? Tessék. Rohadtul tetszik. Ilyen predátor lettem most egyébként. Fullba nyomom a lopakodást. De nyilván vannak még. Aha, ott is van egy. Aha, meg ott van egy kutya is. Kutyát kéne valahogy elintézni. Ó, a kurva életbe. Te meg mit keresel itt mellettem? We lost another one. I want every building in the area searched. Who the fuck is doing this? Scars? Nem, Ellie. Ellie csinálta ezt. Nyugi van. Azt nézem, mikor tudnék bemenni mögé. Mondjuk most. Csend legyen. Jaj, mondd azt, hogy nem éreztél meg. Lehet hasalva is lőni? Na takarodj! Jó, jó. Nyugi.
Nem láttatok ám semmit. Nem már, hogy... De, rossz gombol! Ez rossz gomb volt. Tudom, hogy készíthetek nyilakat. De egyelőre még nem szeretnék. Nem megy el addig! Mi az Isten? Miért nem megy el addig a lövés? Állj! Valaki itt van. Ki jött a kutya? Ay, mi escucha. Mi van veled, Negan? Anyád. Pedig olyan jól ment az eleje. Nagyon jól ment az eleje, aztán így elcsesződött. Ja, hogy innen kell folytatni. Volt ellenőrző pont. Nagyon jó. Tehát pont mielőtt készítettem volna a nyilvesszőket. De jó, hogy ilyen szarú célosztok és tudtam életet tölteni. De nem már, hogy jött még egy kutya! Jött még egy kutya, nem hiszem el. Rat életbe. Jó, mindenféleképpen hangtompítóval el kell intézni a kutyát. Úgyhogy ide készítünk most megint be lőszert. És halad, leadja a pozíciót, hogy a kocsi mögött vagyok, beszarsz.
Viszont azt már nem fogja meglátni, hogy én odébb kúszok. Remélem. Oké, nem látnak. Jó, ezt az ütőt azt kérem, és most hallgatózunk egy picit, hogy hol vannak vajon. Hasalj le! Azt hittem itt lesz mögöttem. Na, ezt nem mondott komolyan. A kilőtt veszőket nem tudom visszafelvenni. Ez rohadt kellemetlen. Ezt az első részből rész után miért kellett kivenni? Ugye az első részben vissza lehetett venni. Csak néha kellett craftolni, hogyha széttört. Á, ott van. De kár, hogy nem lehet neki fütyülni, hogy hello, itt vagyok. Jó, megvan még egy. Aha, az már most egy kutya. Van még egy kutya. Valahogy ennek a háznak a tetejére fel kéne jutnom. Vagy az emeletre. Azaz, tört szét a szilánkokat, hát ha meghallja valaki. Jó. Még valami felvenni való? Ott mondjuk valami villog. Ez mi? Ó, olló. Az betelt. Na nézzünk el ide le. Ott van ragasztószalag a sarokban. Nem tudok hangtompítót csinálni. Az azért baj, mert a kutyát nem tudom elintézni csendben. És az rohadt nagy baj. Francba. Hello. Te szép arcod van. Ott. A gazdájával együtt ott van a rohadék. Valahol balra hallom, ott. Csak az a baj, hogyha átmegyek oda túloldalra, akkor innen a emeleten lévő ki fog szúrni. Sőt, könnyen lehet, hogy ez is, aki most ott van. Na nézzük, azt mondja, de közel vagy. Aha, és pont erre jön. Hello, mi? Shit.
Jó. Jöhet a ház. A rohadt kutya. Hiányzott ez a kutya nekem? De most komolyan kérdem. A kutyát kéne lelőni. Nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Megvan a kutya. Keresetek csak pöcsfejek. Jó van, Eli. Imádom a dumádat. Ott van egy. Ú, azért még vannak rendesen. Az itt vannak még bőven. Csend legyen. Ez az. Egy darab történt, érted? Szerintem full tárom volt a fegyvere, de én egy darab történt veszek ki belőle. Hát figyelj, nincs mese, megyünk fel az emeletre. Oda. Nem? Hogy lát meg ott a ágy mögött? Nyisd az ajtót. Nyisd az ajtót, ha kemény vagy. Bemersz jönni? Á, nem itt jössz be. Egyébként meg azt hallottam meg, hogy becsukódott mögöttem az ajtó. A rohadt húzat buktat le, érted? Az a rohadt húzat. Dugulj el, dugó van. Szép álmokat. Anyádat. Ó, shotgun lőszer van az ágy alatt. Betelt. Ez most jobban megy. Az is betelt. Minden betelt. De még biztos, hogy vannak valahol. Csak egyelőre még nem tudom, hogy merre. Nem erre. Na, át akartam szaladni egyébként az előbb erre az oldalra.
Most megnézni ezt a házat. Itt például van ragasztó. Meg olló. Meg olyan alkohol. Állj. Az viszont teli van, nem baj. Na jó. Elvileg ez a három ház itt tiszta. Viszont még valahol kell lennie embernek. Csak nem tudom, hogy hol. Hát szerintem pillanatokon belül úgy bele fogok szaladni. Hajolj már le! Hol a kutya? Ott. Picsába. Egyszer. Csinálunk gyorsan hangtompítót a pisztolyra. Azaz. Another dead soldier! We gotta stop her. Pa. Jó. Kurva jó egyébként a lopakodás ebben a játékban. Hát. Nem. Jó. És hallod, a kutya meg ott van a gazdájánál. Na vajon hanyan hallották meg a lövéseket? Ja, hogy ebbe a házba itt be se tudok kijönni. Nem baj. Tehát ez, hogy itt van a hulla és nem tudom visszafelvenni tőle a kilőtt veszőket, ez eléggé szomorú. Az is betelt. Jó. Az betelt. Valószínű arra kell tovább menni. Ami azt jelenti, hogy én még erre szétnézek. Ó. Rongy, rongy. Meg még lőszer. Nagyon jó. Ragasztó. Tégla. Tele. Nem baj. Az is tele. Szerintem ami olyan volt, azt felfedeztem. Nem hagytunk szemtanúkat, hogy én itt jártam. Csak hullahegyet. Na várjál. Oké. Jó, hát innen nincs visszaút. Hanyan jönnek? Egy, kettő. Jaj, már megint a kutya. Tudják, hogy itt vagyok. A
kutya meg szagot fog fogni pillanatokon belül. Mondtam, hogy szagot fog fogni a kutya, ezekkel meg... De sos már erre fussak. Nincs időm szétnézni. Én csak futok az életemért. Juhú! Ez baj. Rohadt füstgránátjuk meg minden. Nem törheted ki a nyakamat. Ezt csináld meg lopakodva, basszus. Fejsze. Szerintem ezt nagyon máshogy nem is lehet megcsinálni. Hagyjál már, mi? Biztonságban. She's safe. She's just sick. What kind of sick? Majd ő elmondja, szerintem jobb az, hogyha tőle tudod meg, hogy mi újság van. Christ, there's a lot of them. Csak mondom, az előzetesben itt egyébként Joel volt. Úgyhogy nagyon-nagyon durván manipulálták a játéknak az előzeteseit. Tell me you didn't come alone. Give me shit about it later. Oh, bakker. You're a fucking idiot. You know that, right? Te beszélsz? See that truck? Again? That's your plan. We need to get some distance. Okay. Jó. Nem. Check it out. I got you covered. By the fence! Osta! Nem hozol te semmit. Ja, hogy te ezt te mondtad. Oké. Okay. Beszállnék. Okay.
haladnék. Az nem elég. Ez hogy került ide mellénk? Ez... Futás. Vagy valami olyasmi. Na. Gyerünk, 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 ennek nem lesz jó vége. Akadj már le rólam! Köszönöm. Volt egy ajtó. Hát én nem tudom, hogy egyébként Ellie hogy boldogult volna, hogyha nem jön Jesse. Viszont közeled értünk. De valahogy éreztem, hogy ez a... azért nem lesz olyan egyszerű ez az út most. Dina! Hello. Oh my god. Jesse. Hey, Dina. Oh. Hey. You okay? Nothing little sleep won't take care of. We should get inside. Yeah. Okay. Come on. Easy. How'd you get past Maria? Szerintem nem tud róla. Valahogy sejtettem, hogy meglógott. Heard you're sick? Oh, it's just a stomach thing. Come on, let's sit you down, huh? You don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past 2 weeks trying to catch you. Ooh, Ellie. Mi? Ez most Tomira váltott. Huh? Szia, ha? You with me? Yeah. Yeah, I'm good. Okay. Á, ez ilyen visszaemlékezés lesz megint. Két évvel ezelőtt. Szóval mi hallgatást illeti. Man, I mean, I forget my own birthday if she didn't remind me when it was. You should just apologize to her. I just said, okay, what's going on? Nothing.
Why? I can tell when you're off. Just got some stuff on my mind. You let me know if you want to talk about it. Okay. Jó, szerintem abba hagyták a beszélgetést, úgyhogy elmentjük a játékot. Ellie-nek nem tudom, megfigyeltétek-e az arcát, eléggé olyan hát féltékeny, meg hát látszik rajta, hogy nem tetszik neki, hogy Jesse meg ugye Dina most megint úgy, most közelebb fognak egymáshoz kerülni, úgyhogy ez inkább féltékenység volt, de az arcán látszott neki nagyon, hogy nem tetszik. Na, srácok, én elköszönök mára, ennyi lett volna a Last of Us 2, innen fogom folytatni legközelebb. Sziasztok!